Nem tudom, hogy mennyire látszik, de... mintha csurogna rólam a víz. Feltöltöttem a YouTube-ra az utazós videót, tudjátok, az Anglia-Magyarország videót. Ide be is raktam ide a linkjét ennek a videónak, úgyhogy ne felejtsétek el megnézni. Szerintem nagyon jó kis negyed óra lett. Picikét hosszabb, mint a vlogok. Ez körülbelül olyan 15-18 perc, ha jól emlékszem. Úgyhogy, ha van időtök, akkor nézzétek meg. Tudjátok, mi lesz ebből a dobozból? Ez a doboz tulajdonképpen egy... a doboznak a két oldalára vágok egy ablakot, és két oldalról fogom megvilágítani a doboznak a belsejét. És a doboznak a belsejébe meg le fogok tudni teríteni egy ilyen lapot, vagy sárgát, vagy feketét, vagy ezt a zöldet. Vettem három ilyen nagy lapot. Ilyen színezett lapot, és ezt fogom majd a doboznak a belsejébe belerakni, megvilágítani, és akkor lehet termékfotózni. Ugyanis ez egy termékfotózáshoz használatos doboz. Na, ezt jól megmondtam. Biztos van ennek magyar megfelelője. Mondjuk még az angol megfelelőjét sem tudom, de ez a doboz arra való. Milyen érdekes, hogy nyakig benne vagy valamibe, úgy ereppen az idő, hogy észre se veszed. Máskor meg alig egy 10 perc olyan nehezen telik el, mint hogyha egy örökké valóság lenne. A dobozom még mindig úgy áll, ahogy hagytam. Még nem csináltam vele semmit, viszont ebéd után jövök és elkezdem a projektet. Hát ebéd után vagyunk. Most fogom megmutatni Szilárdnak ezt a megrendelő lapot, amit még a múlt héten csináltam neki, de szerintem nincs kinyomtatva megfelelő. Azoknak a nézőknek mondanám, akik nem makóiak, azért járunk le olyan sűrűn ide a Marospartra, mivel van itt egy nyaralunk. Lassan-lassan beindul itt az élet. Itt a hátam mögött, hogyha elnéztek arra, abba az irányba, ott van a makói strand. A magói szabasz strand, illetve itt kapott helyet a kalandpart is. Tudjátok, ahol lehet mászogatni, meg majd mi készítek pár videót ezzel, erről is a kalandpartról is, és itt szokták megrendezni a május 1-jét is, abban az esetben, amikor nem önt ki a Maros. Bár már nem is tudom, hogy mikor volt utoljára, hogy kiöntött a Maros, jó pár éve annak. Igen, úgyhogy ezen az úton, itt végig, ebbe az irányba is, és a másik irányba is. Itt ilyenkor vásárosok, körhintások, meg céllövöldés, meg tudjátok, vattacukorárusok, és a többi, és a többi. Mint egy majáliskor szokott lenni, az itt mind ezen az útszakaszon szokott helyet kapni. Itt ezen a tisztáson szokott helyet kapni a körhinta és társai majáliskor. Illetve ott szokott lenni egy nagy színpad is ott arra hátul. Ennyi a Marospart. Ja, igen, és el is felejtettem. Ha egy picit tovább megyünk ebbe az irányba, város felé, el fogunk jutni a Lombkoron a sétányhoz, ami egy másik nagyon jó kis látványossága a városnak. Nem semmik ezek a felhők, akkora darabok, hogy szinte meg lehet őket fogni. Én ha tehetem, akkor mindig kijövök ide a szabadba. Sophie is jobban szeret itt kint a friss levegőn aludni. Lassan vége van az alvásnak és ébredezik. Én megyek vissza az office-ba, csinálom tovább a doboz projektomat. Ezt nézzétek, mit találtam! Jó, pontosabban Évi találta. Thank you.
nagyon aranyos volt. Találtunk egy sün anyukát, meg sok kis sün gyereket. És vittük nekik a leveleket. Ötettük őket. Nagyon aranyosak voltak. Van nekünk egy szép kis dobozunk, Iván. Tökéletes. Kell vágjunk az oldalára egy jó nagy ablakot. Illetve mindkét oldalára kell vágjunk egy jó nagy ablakot. Ha egyszer meg vagyunk, akkor ezzel a papírral... Mi ez? Milyen papír ez? Pausz papír, ami ilyen... Ilyen áteresztő, fényáteresztő, átlátszó papír. Ezt ide fogjuk ragasztani erre az ablakra. Elkészültem ebből a kis dobozzal, ez a termékfotós doboz. Ebből a szögből lehet majd kamerázni, illetve lehet fotózni. És itt lehet látni, ez az oldala, ilyen szép pauszpapíros, ide kerül egy lámpa, innen megy a fény. Itt a másik oldala, ide még egy lámpa, megy a fény. Fiúk, lányok, ennyi lett volna a mai vlog. Ha tetszik a vlog, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Sokan vagytok, még mindig sokan vagytok, akik még nincsenek feliratkozva a csatornámra. Akik most először néznek, azok meg főleg ne felejtsenek el feliratkozni a csatornámra, nehogy lemaradjatok egyetlen egy videóról sem. Minden nap töltök föl videókat. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, és találkozunk holnap. Sziasztok!